Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy eljöttetek a mai napi programunkra. Ez a Szülő 2022-es projektnek egyik eleme ez az előadás sorozat. A másik fele a fotogén tréning volt ennek a projektnek, az már lezajlott, és az előadás sorozatot jelenleg, tehát ezt a sorozatot nagyjából Gulyásné Kis Adelina vitte végig egy alkalmat kivéve, amikor ugye anyukája, aki szintén végzett pszichológus, Szarvas Simonetta tartott egy előadást, és Adelina számomra egy nagyon szimpatikus személyiség, és nagyon sokat tanultam az eddigi előadások során is. Adelina egyébként látássérült, ugye az első előadásunk pont a látássérülésről szólt, és tehát ennyire hiteles módon erről még soha nem hallottam senkitől, és ez nagyon, nagyon érdekes volt, de az összes többi előadás is, csak nekem az annyira különleges volt. És hát a mai témánk szerintem egy elég fontos téma, ugye a negatív élmények feldolgozása. Ezt azt gondolom, hogy még az autizmus, vagy akár milyen betegség, az lehet, hogy kevesebb a tanulási zavar, lehet, hogy nem érint annyi ember. De a negatív élmények, azt nem hinném, hogy bárki ne éljen az életben negatív élmény. Van, aki ezt könnyen feldolgozza, van, aki nehezen, van, aki stressz helyzetbe kerül, és ez a mai nap erről fog szólni. Ha kérdésetek lesz, akkor általában úgy szoktuk, hogy a végén tesszük, persze, ha valami nagyon odavág, akkor bele lehet kérdezni, de általában a végén megbeszélgetünk egy kicsit a témáról. És fogadjátok sok szeretettel a Adelina. Köszönöm. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és azt külön köszönöm, hogy ennyien eljöttetek is, hogy így a, nem tudom, hogy gond, de hogyha tegeződünk, de talán úgy akkor könnyebb lesz a kommunikáció, hogy még így a péntek délutánatokból is erre időt szántok, és én nagyon bízom benne, hogy mindannyian úgy tudtok hazamenni, hogy, hogyha csak egy kis fél gondolatot vagy fél mondatot el tudtok vinni magatok, akkor az már így nagyon-nagyon jó. Igen, ahogy a Rózsa is mondta, látássérült vagyok, így ugye inkább a hangingerekre tudok támaszkodni, éppen ezért is lesz a fülemben egy fülhallgató, hiszen a vázlatomat közben a képernyőolvasó segítségével fogom követni. És hát így a kezemben néha jelzek a Rózsa felé, hogy a PPT-t lapozza. Bízunk benne, hogy szinkronban lesz a kettő, és hogyha tényleg kérdésetek van, vagy bármi felmerül, akkor nagyon szívesen válaszolok, és ugyan most nem feltétlen ugye a látássérültség a téma, illetve hát most ugye így a negatív élmények feldolgozása, de ettől függetlenül, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, vagy bármiféle gondolat, akkor erre is örömmel válaszolok. És hát nyilván egyébként ugye mondtam, hogy most nem feltétlenül a látássérülés a téma, de ugye egy a negatív élményekkel kapcsolatban a kríziskezelés, a stressz is feljön, tehát nyilván azért nem teljesen független a kettő egymástól. És akkor így az előadásban azt gondoltam, hogy ugye ez nagyon tág témakör, hogy így a negatív élmények feldolgozása, és ez azért is nagyon jó, mert ezért nagyon sokféle terület felől, nagyon sokféle irányból meg tudjuk közelíteni. Én amit gondoltam, hogy először egy picit arról beszélnék, hogy mik is az érzelmek, milyen típusai vannak, és hogy ezen belül a negatív élményeket ténylegesen hogyan éljük meg, és hogy hogyan dolgozzuk fel kognitíve. És utána én, amit így kiragadnék a negatív életeseményekből, az a krízis és a stressz, tehát hogy arról beszélnék többet. Utána viszont, ha lesz kedvetek, illetve lesz idő, akkor nagyon szívesen egy ilyen relaxációs technikát is mutatnék, amit így közösen megcsinálnánk, de ezt akkor majd még így visszatérünk erre. És akkor hát tényleg köszönöm, és bízom abban, hogy vagy választ kaptok a kérdéseitekre, vagy tényleg haza tudtok vinni egy-egy gondolatot. Akkor így az előadást igazából én egy idézettel szeretném kezdeni, amit már így a többi előadásnál is így tettem. Most is igyekeztem olyan idézetet választani, ami nagy vonalakban igazából az egész előadásnak a lényegét leírja. Az idézet szerint ugye az élet egy malomkő, egyedül tőled függ, hogy felőröl-e vagy megcsiszol, és szerintem tényleg annyira szépen kifejezi azt, amiről így
a következő, nem tudom, 45-50 percben szó lenne. Ugye azt már így a Rózsa is, meg én is érintettem, meg hát mindannyian tapasztaljuk is, hogy az életünk során ugye nagyon sokszor érnek minket olyan események, élethelyzetek, amik hát igazán megviselnek minket, és ez lehet ugye akár valamilyen veszteség, sikertelenség, lelki vagy anyagi nehézség, különféle betegségek, de ugye bármi kiválthat belőlünk olyan érzéseket, vagy gondolatokat, amik mentén ugye úgy érez, hogy ennek sohasem lesz vége, és akár még azt is mondjuk, hogy biztosan ismerősek ezek a mondatok, hogy vége mindennek, vége a világnak, feladom, nem tudom tovább csinálni, vagy akár nem is akarom, elég volt, erre én képtelen vagyok, tehát azért azt gondolom, hogy így ilyen és ehhez hasonló mondatokat mindannyian vagy mondtunk már, vagy hallottunk. Ugye ezeket a mondatokat abban a pillanatban teljesen komolyan is gondoljuk, viszont aztán egyszer csak valaminek vagy valakinek a hatására elkezdjük erősebbnek, kilátástelibbnek látni a helyzetünket, és igyekszünk ezeket átkeretezni, amik történtek velünk. Tehát itt általában a dolgok nagyon nagy mértékben az átkeretezésen is azon múlnak, hogy hogyan értékeljük ki az adott helyzetet. És éppen ezt szeretném majd egy picit részletezni így az előadás során. Azért, hogy megértsük, hogy miként is éljük meg a nehézségeket az életünkben, ilyenkor mi játszódik le bennünk, mi az érzés, az az érzet, amit ilyen nagyon összevisszának, véget nem érőnek, zűrzavarosnak élhetünk meg. És hogy ugye nagyon fontos, és azt gondolom, hogy valamennyien azért is vagyunk itt, hogy akkor megtudjuk, hogy mit tehetünk azért, hogy fel tudjunk állni ezekből a mélypontokból, ezekből a nehézségekből, ezekből a helyzetekből, és tovább tudjuk vinni a mindennapjainkat a már megszokott, bejáratott módokon, hiszen azért nyilván egy negatív életesemény, vagy negatív érzés, az első, amit felborít, az a napi rend, meg a jól megszokott dolgok is, azzal már tovább csúszik, meg omlik a felépített kis várunk. A negatív életesemények létrejöttéről ugye azért fontos kiemelni, hogy ugye sokféle életesemény történik velünk, folyamatosan történik velünk valamilyen életesemény körülöttünk. Nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy közel ugyanolyan vagy hasonló életeseményekre az emberek a legkülönbözőbb módon reagálhatnak. Ugye ami egyik ember számára nagyon negatív élmény, a másik ember számára viszont lehet semleges, de éppen nagyon pozitív élmény is lehet, és erre hoznék egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű példát, és abszolút mindenféle ítéletmentességgel, tehát hogy csak így a példa kedvéért, hogy akár, hogyha veszünk egy olyan szituációt, hogy a gyermek kettest kap mondjuk matematikából, természetesen ugye van olyan szülő, aki ezt nagyon nagy bajnak éli meg, mert mondjuk kitűnő a gyereke, ötösöket szokott haza vinni, vagy náluk már ugye a négyes nem annyira számít jó jegynek, és ezzel szemben a másik szülő viszont nagyon örül, mert lehet, hogy ugye bukásra állt a gyermeke, és éppen ez a kettes mentette meg a bukástól, és pont ugyanarról a kettesről van szó, és teljesen más érzést váltott ki az adott szülőkből. Ennek ugye tulajdonképpen az az oka, hogy amikor átélünk egy helyzetet, egy életeseményt, akkor keletkezik valamilyen érzelem egyből, viszont az, hogy milyen érzés keletkezik, nem csak a helyzettől függ, hanem attól a szűrőtől is, ahogyan mi látjuk az adott helyzetet, ahogy illeszkedik a mi értékrendünkbe, ugye itt a kettesnek a helyzete is kivált érzéseket, miután már értékeltem valahogyan. Ezt hívjuk ugye a kognitív kiértékelésnek, és ez a kognitív kiértékelés tulajdonképpen egy minősítő rendszer, mindannyiunknak van egy ilyen minősítő rendszere, ami eldönti, hogy az adott esemény az én életemben, az én szemszögemből jó vagy rossz, mennyire jó vagy mennyire rossz. Ugye az említettek tükrében azért így láthatjuk, hogy ugyanaz a külső élmény hogyan lehet egyik ember számára nagyon negatív élmény,
míg más számára viszont ellenkezőleg. Ezek a különböző élmények, események kiértékelése után ugye érzések, érzelmek jelennek meg, ez ugye lehet jó vagy rossz érzés, és ezek az érzések nagyon fontosak és elengedhetetlenek, mert az érzelmek fő feladata pedig az, hogy kiváltson egy gyors és megfelelő reakciót, tehát azután tudunk reagálni egy helyzetre, hogy már adekvátan reagálni egy helyzetre, hogy már megszületett egy érzés a helyzettel kapcsolatban. Ugye nyilvánvalóan a pozitív élmények pozitív érzéseket váltanak ki belőlünk, és ezek pedig a meglévő viselkedési szokásainkkal szemben inkább közeledő viselkedést mozgósítanak, míg a negatív élmények negatív érzéseket keltenek bennünk, és inkább távolodó reakciót váltanak ki belőlünk, tehát nyilván a jó élményekhez inkább közeledni szeretnénk, a rossz élményektől pedig távolodni szeretnénk. Ezek a reakciók az egyén szokásos viselkedéséből sokszor mérlegelés nélkül automatikusan jönnek elő. Itt példának azt hoznám, hogy például az a gyermek, akinek a szokásos viselkedése a verekedés, akkor lehet, hogy megígéri reggel, hogy ő jó lesz, de hogyha aznap éri egy negatív élmény, negatív életesemény, az azonnal triggereli számára a verekedést, mert ez létezik a fejében, mint megoldás, megoldási stratégia. Ahogy említettem, ugye szeretném az érzelmeket egy picit részletezni, csoportosítani, hiszen itt beszélünk érzelmekről, meg nap mint nap mondjuk, hogy szomorú vagyok, boldog vagyok, vidám vagyok, most olyan kétségbe esett vagyok, tehát rengeteg érzelmet megfogalmazunk, de talán így nem feltétlenül ülünk le átgondolni, hogy akkor most mi is az én kétségbe esettségem, vagy miről is szól az én szorongásom, vagy boldogságom. Ugye tulajdonképpen az emberi érzések nagyon sokféleképp csoportosíthatók, de a mai előadás témáját figyelembe véve inkább azért azt mondhatjuk, hogy két csoport elkülönítését kell figyelembe venni, ugye a pozitív és a negatív érzelmeket. Pozitív érzések között sorolható fel elsőként a figyelem. A figyelemhez ide sorolható a tisztelet, segítőkészség, az együttérzés, tehát hogy figyelek a másikra. Ez is egy nagyon pozitív érzelem. Másodikként említeném a nyugalmat, mint pozitív érzelmet, és a nyugalomnál a derű, békesség, amik elengedhetetlen érzések. Következő pozitív érzés lehet a boldogság, ide sorolhatjuk az örömöt, szeretetet, az energikusság is ugye egy nagyon pozitív érzés, ide az optimizmust, a lelkesedést sorolnám. Fontos pozitív érzés a bizalom, a hála, játékosság, kíváncsiság, érdeklődés egyaránt ide tartoznak. És a pozitív érzések után ugye így az előadás fő témájaként a negatív érzéseket is picit diszkriminálnám, vagy így megkülönböztetném. Először is a dühöt emelném ki, ide sorolhatjuk ugye az elégedetlenséget, a feszültséget, a haragot. Ezen kívül ugye elég negatív érzés valahol a szorongás is, itt a félelem, aggodalom kapcsolódhat hozzá, a szomorúság is ugye szintén negatív érzés, szomorúként csalódottak lehetünk, vagy bánatosak lehetünk, tehát itt ugye tovább diszkrimináljuk ezeket az érzéseket, meg tovább bontogatjuk. Az unalom is így a negatív érzések között jelenik meg, közömbösség, érdektelenség, tehát ezek mind-mind azért inkább a negatív érzésekhez tartoznak. Hát egy nagyon negatív érzés ugye a zavarodottság, amikor az ember ilyen nagyon zavarodottnak érzi magát, azt se tudja hova kapjon. Itt a tehetetlenség azért talán az a legnehezebb állapot, mikor az ember megéli a tehetetlenségét. Azért ez egy nagyon zavart állapotot tud előidézni. Hát, és talán a legnehezebb az üresség érzése, amikor az ember azt sem tudja megfogalmazni, hogy mit érez, mert tényleg csak azt érzi, hogy ilyen nagyon üres. Általában ezt nekem így a kliensek így a halálesetek után szokták mondani, hogy olyan semmit nem érzek, olyan nagyon üres vagyok, és annál még tényleg a szomorúságot is talán
talán könnyebb megélni, mint ezt a nagyon üres érzést. Ide tartozhat az ürességhez akár a szégyen, a lelkiismeret furdalás, tehát hogy ezek is mind-mind megjelennek az ürességgel kapcsolatban, és akkor még az undor is egy negatív érzés, kárörvendés vagy az utálat tartozhat ide. Ugye természetesen ezek a bonyolult emberi viszonyok és kapcsolatok mentén rengeteg olyan érzelem van, ami nem tisztán ezek az érzelmek tükrében jelenik meg, tehát hogy azért nagyon sokféle érzelmet meg lehetne még fogalmazni ezeken kívül, vagy akár olyan érzelemről is. Tehát valahol ezekből az érzelmekből tevődnek össze az érzelmeink. És akkor picit, hogy már így bevezettük az előadást az érzelmekkel, hogy mik az érzelmek, mik a pozitív érzelmek, mik a negatív érzelmek. Ahogy említettem, most így rátérnék a krízisre is a negatív érzelmek kapcsán, illetve a negatív életesemények kapcsán. Először is arról beszélnék, hogy mi is tulajdonképpen a krízis. Ugye ez egy nagyon sajátos fogalom, nagyon sajátos helyzet. A krízis a leggyakoribb megjelenő pszichológiai fogalom, amivel mind a gyermek, mind a felnőtt találkozik a pszichológiai nehézségek során a leggyakrabban. Tehát így a mindennapokban is használjuk ezt a szót, hogy most olyan krízisben vagyok, vagy krízist élek meg, és tényleg annyi mindent rejt ez az egyetlen szó. Hogyha a család krízis helyzetbe kerül, és nem jól oldja meg az adott helyzetet, akkor ugye nagyon súlyos következményekkel jár a gyermekre és az egész családra nézve, és nyilván ezért is vagyunk itt, meg ezért is foglalkozunk mindannyian azzal, hogy az természetes, hogy a családban vannak krízisek, mert nincs család krízis nélkül, hiszen minden napnak ott vannak a maga feladatai, tehát hogy ez teljesen normális, hogy krízisek vannak egy családban, csak ugye arra kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy ezek a krízisek megoldódjanak, és hogy hogyan oldódjanak meg, és elég sokat szeretnék majd így beszélni a megoldásról is, és a megoldások hogyanjairól is, éppen ezért. Egyre általánosabb és gyakoribb jelenség a krízis a mindennapokban, ugye főleg így napjainkban azért elég sok minden történik körülöttünk. Krízis lehet például, amikor a szülő elveszíti a munkáját, ugye nagyon sok nehézséget indít el egyből, vagy hirtelen betegség üti fel a fejét a családban. Ugye az is az egész családot érinti, tehát nem csak azt az egy embert, hanem a rokonokat, hozzátartozókat, tehát az is egy családi probléma, vagy élethelyzet, vagy a szülőpár valamelyik tagja kilép a családból, ugye ez is egy krízis, vagy halálozás, de a gyermek speciális állapot, a sajátos nevelési igényű diagnózisa is krízist jelent, de azt gondolom, hogy ti is még ezerféle ilyen krízis helyzetet tudnátok felsorolni, amiket én így nem említettem, de hogy körülbelül akkor így ezek lennének. Akkor beszélünk krízisről egyrészt, amikor a személy kénytelen szembenézni egy helyzettel, tehát nincs meg az a lehetősége, hogy megpróbálja elkerülni, hiszen az már visszafordíthatatlan helyzet. Mint gondolhatunk akár egy a közelmúltban, és még közelmúltban történt, és még valamennyire napjainkat is érintő dologra, ugye a Covid helyzetre, csinálhattunk bármit ebben a helyzetben, ugyanakkor mindenkinek megvoltak a maga védekezési elképzelései, és az, hogy mit gondolt az adott vírus helyzetről, bárhogyan is gondolkodott róla, tehát teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy éppen hitt a vírus helyzetre, vagy nem hitt, tartott tőle, vagy nem tartott tőle. Mindenképp megélte a krízist, mert ez egy globális helyzet volt a világban. Tehát éppen ezért bárhogyan is gondolkodott róla valaki, az adott volt, hogy ebben a Covid által terhelt világban kell élnie, és ez ellen nem tehet semmit. Ugyanígy például, hogyha kiderül, hogy krónikus vagy gyógyíthatatlan beteg egy családtag, megszűnt a munkahely, ezek ugye tények, tehát ezen nem lehet változtatni, csak azért tudunk tenni, hogy jobb legyen, máshogy legyen, de ezzel a ténnyel ugye együtt kell élni.
Másrészt krízishelyzet az is, amikor a nehézség konkrét megléte jelenik már meg, esetleg még csak a fenyegető közelségét érezzük, tehát mindennél fontosabb problémává válik a személy számára. Folyamatosan ezen gondolkodik, ez jár a fejében, ez az élet fő problémája. Tehát lehet, hogy egy másik ember azt mondaná arra az adott helyzetre, hogy hát ez nem is olyan nagy probléma, vagy nem is krízis, de ő szubjektíven annak éli meg, és akkor ez számára az. Tehát nem csak az a krízis, ami a nagykönyvben meg van írva, hanem az, amit az egyén krízisnek él meg. Ugye, hogyha az előző példánál maradunk, a Covid helyzet példájánál is, bocsánat, hogy ezt hozom, hiszen azt gondolom, hogy már legtöbben inkább túljutni szeretnénk ezen a témán, és lehet, hogy nem mindenkinek jó így visszagondolni a Covid-ra, viszont ez annyira globális helyzet volt, meg annyira nagyon megérintette mindenkinek a lelki világát, meg azért a pszichológia is nagyon sokat fejlődött és tanult belőle, hogy ehhez szerettem volna így példaként hozzányúlni. Ugye a Covid okozta helyzet egyik napról a másikra mindennél fontosabbá vált a világ számára, annyira, hogy akár arra is késznek kellett lenni az emberiségnek, hogy akár ott hagyja a munkahelyét, ne találkozzon személyesen a családtagjaival, a barátaival. És ezen kívül még azt is szeretném kiemelni így a krízishelyzettel kapcsolatban, hogy a veszélyeztető körülményt sem megoldani, sem elkerülni, vagy kikerülni nem lehet. És ami különösen fontos ebben, hogy azokkal a helyzetek, vagy azokkal az eszközökkel, ami korábban már beváltak vagy a korábbi nehéz helyzetek megoldásában, ebben a helyzetben nem jut megoldáshoz. Tehát, hogyha korábban egy válásnál, vagy egy betegségnél működött egy eszköz, egy megoldás, az mondjuk a következő helyzetben már nem működik, és ott krízisbe kerül, mert akkor új eszközt kell kitalálni, ami tényleg működhet. Általánosságban ugye azt mondhatjuk, hogy a krízis egy lefagyással kezdődik. Ez ugye azt jelenti, hogy megtudjuk a bajt, megtudjuk a problémát, megtörténik például egy haláleset, gyászeset, egy válás, betegség, és ilyenkor azért van egy ilyen másfél-két hónap, amikor kvázi bénák vagyunk, lebénulunk, tehetetlenek vagyunk. És ha jobban visszagondolunk, akkor a Covid idején is így volt ez, hogy azért az első időszakban le voltunk fagyva egy másfél-két hónapig, hogy hogyan tovább. Aztán mindenki a saját lehetőségei mentén elkezdte kialakítani az ő világát, úgy, hogy ez élhető legyen ebben a helyzetben. Új megoldási lehetőségeket kezdtünk el kialakítani, létrehozni. Például ugye ebből is rengeteg mindent tudnátok ti is mondani, de ami nekem eszembe jutott, a digitális oktatás, az egészségügy online területének a fejlődése, az online tér bővebb kihasználása, az előrelátóbb vásárlás, tudatosság, stb. Tehát, hogy ezek azért inkább ott alakultak ki jobban. Ugyanakkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy amikor nagyon mélyen vagyunk, krízis helyzetben vagyunk, akkor az egy betegsége, tehát olyankor betegek vagyunk-e. A krízis azért önmagában nem tekinthető betegségnek, tehát nem vagyunk betegek, hogyha krízis helyzetben vagyunk, viszont okozhat betegséget. Tehát ugye, hogy a legelején is beszéltük, hogy az, hogy krízis van, az oké, az az életünk része, de hogy éljük meg a krízist, hogy kezeljük a krízist, az már valahol a mi felelősségünk is. Ugye, mivel az a vészhelyzet, ami kialakult, az bizonyos mértékben felborítja a korábban kialakult egyensúlyt az életünkben, ritmust az életünkben. Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy a rengeteg rossz dolog mellett azért magával hordozza a krízis a megújulás, a személyiség magasabb szinten való integrációjának a lehetőségét, tehát egy személyiségfejlődéssel is járhat. Vagyis ha valaki elvesztette a Covid helyzet alatt a munkáját, az tényleg egy nagyon, nagyon szomorú dolog, hiszen nagyon nagy feladással járt számára nagyon sok bizonytalansággal, hiszen ugye arra építette az életét, az adta a család biztonságát, de
Nem azt választottam mondjuk, hogy belefeledkezzen ebbe a keserűségbe, hanem most megint egy ilyen általam hirtelen eszembe jutott példa, hogy akár kinézett egy online elsajátított képzést, és utána már egy magasabb szintű munkát tudott vállalni. Tehát erre is ezerféle példa van, de hogy körülbelül így ezt jelenteni, ez a krízisből való személyiségfejlődés, személyiségnövekedés, vagy akár sokan ugye elkezdtek sütögetni, vagy kreatív tevékenységekben teljesedtek ki. Szerintem mindannyiunknak van itt valami, amit így a Covid helyzet alatt hoztak ki önmagukból. Tehát ők ugye kihoztak valami jót ebből a rossz helyzetből. Ezt hívjuk krízis utáni növekedésnek. Ez nagyon, nagyon fontos, hogy a krízisben nem csak szétesni lehet, nem csak tönkre menni lehet, hanem fejlődni is. Az természetes, hogy időt kell adni magunknak, tehát az irreális elvárás, hogy krízis van, és akkor egy hét után legyek jól, az nem is jó. Tehát azért sajnos meg kell szenvedni, sajnos végig kell járni a negatív részét a dolognak ahhoz, hogy ez tényleg egy ilyen megdolgozott krízis legyen, de hogy utána azért tudni kell ebből felállni. A krízis, mikor krízist élünk meg, akkor különböző szakaszokon mehetünk keresztül, és hát jó esetben ugye nem jutunk el az utolsó szakaszig, amiről majd ugye szintén beszélni fogok. A lélektani krízis dinamikája egy folyamat jellegben képzelhető el, és ez alapján a krízis szakaszai között megkülönböztetjük elsőként a készenléti szakaszt, amiben először kerülünk. Ilyenkor arról van szó, hogy amikor történik bármilyen negatív életesemény, első lét a készenléti szakasz állapotát éljük meg. Nagy-nagy szorongást élünk meg ilyenkor, abban a pillanatban, amikor szembesülünk az adott helyzettel, és ezzel egyidejűleg ezzel egyszerre egyfajta készenléti állapotba kapcsol a szervezetünk, ami nagyon jó, mert akkor bekapcsolja az összes erőforrását, fizikai, lelki erőforrását, és maximálisan küzd a helyzet megoldásáért. Vagyis ugye elkezdjük végig gondolni, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt az adott helyzetet, amiben belekerültünk. Ugye igyekszünk ilyenkor visszanyúlni azokhoz a megoldási stratégiákhoz, eszközökhöz, amik korábban már segítettek minket a nehézségeken átlendülni. És ebben a fázisban a gondolatainkkal nagyon jól tudunk dolgozni, hogyha alaposan át tudjuk gondolni a történteket, akkor azért hamar meg tudjuk találni a megfelelő megoldást, tehát érdemes egy picit így megállni és végig gondolni, hogy akkor hogyan tovább, milyen lehetőségeim vannak. Viszont, hogyha valami miatt ezt mégsem tudjuk megoldani, akkor átkerülünk a következő szakaszba, ami a küzdelem szakasza. Ekkorra már tovább erősödik a bennünk lévő feszültség, sokkal feszültebbek, idegesebbek vagyunk, elönt minket a stressz állapota. Ilyenkor már aktív erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy megszülessen a megfelelő megoldás. Még megszülethet, de nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség. Amennyiben meg tudjuk oldani ezt a nehézséget, akkor az hatalmas fejlődéshez vezet az egyén életében mindenféle téren. Azonban, hogyha sikertelen a megoldás, nem tudjuk megoldani az adott helyzetet, akkor a hasznos és jó megoldások helyett elkezdünk ide-oda kapkodni. Tehát egy ilyen kapkodás kezdődik el nálunk, következetlenné válunk, és egyre feszültebbek leszünk, egyre inkább elvesszük az egyensúlyérzékünket, és ilyenkor ugye a gondolkodásunk is beszűkül, egyre inkább úgy látjuk, hogy nincs megoldás, nincs kiút ebből a helyzetből, csak a problémával tudunk foglalkozni, semmi mással, és ugye itt vezetődnénk át a harmadik szakaszra, a következő ugye a kapkodás szakasza. Ilyenkor még továbbra is újabb és újabb eszközökkel, módszerekkel próbáljuk megoldani a problémát, de akkor már annyi kudarc, sikertelenség, eredménytelenség áll mögöttünk, hogy biztosak vagyunk abban, hogy ez a világ vége, sohasem lesz jobb, és elkezdünk kevésbé bízni önmagunkban, kevésbé bízni abban, hogy megoldódhat
volt ez az egész helyzet, és ebben az időszakban még van esély, még mindig van esély arra, hogy megoldódjon a krízishelyzet. Háromféle módon oldódhat meg a krízishelyzet itt a kapkodás időszakában. Megoldódhat úgy, hogy megváltoznak a körülmények, tehát elhárul vagy megszűnik az a helyzet, amitől ennyire rossz helyzetbe kerültünk, vagy pedig úgy, hogy mi magunk minősítjük át az adott helyzetet, vagy módosítjuk a célunkat. Tehát itt például alátámasztva, mondjuk krízist élek meg amiatt, hogy rosszul érintett, hogy nem vettek fel mondjuk az egyetem egyik szakára, akkor lehet, hogy megváltozik a körülmény, és még sincs elég jelentkező, és mégis kapok egy értesítőt, hogy felvettek az adott szakra. Nyilván ez egy ilyen nagyon kis buta példa, de hogy így nagyon egyszerűen alátámasztva példával mondjuk tényleg ez jelenteni azt, hogy megváltozik az adott körülmény. Ugye lehet az is, hogy átértékelem a helyzetet. Azt mondom, hogy akkor nem erre a szakra megyek, nem is baj, hogy nem erre a szakra mentem, lehet, hogy nem is nekem való lett volna, és ugye az, hogy megváltoztatom a célomat, az is ide kapcsolódik, hogy azt mondom, hogy akkor inkább jelentkezem egy másik szakra, és mondjuk nem mérnök leszek, hanem informatikus, és persze ez nem azt jelenti, hogy akkor fel kell adni az adott célt, de mikor már az ember úgy érzi, hogy eljött az a pont, hogy akkor nem feladni kell, hanem tovább lépni egy másik útra, akkor ugye annak van az időszaka. És akkor ugye az utolsó szakasz, az összeomlás szakasza, amiben ugye mondtam, hogy szerencsés esetben ugye nem jut el az ember. Ugye a csomó küzdelem, próbálkozás és kudarc következtében a személy végképp kimerül, nem képes alkalmazkodni továbbra a kialakult helyzethez. Egyre rosszabbul lesz az egyén, egyre szétesettebbé, dekompenzáltabbá válik. És ilyenkor nem az alapos átgondoltság, észszerűség jellemző, ami még ugye az első időszakban igen, hanem itt már abszolút az impulzusok határozzák meg azt, hogy mit csinál a személy. Tehát mondjuk nem vették fel az adott szakra, vagy nem költözött vissza a férj, feleség, nem oldódott meg a krízis, ezért inkább az illető elkezd inni, attól ugye természetesen rossz egzisztenciális helyzetbe kerül, rossz lesz az anyagi helyzete, egy idő alatt pedig ugye meg is betegszik ebbe az állapotba, ekkor ugye nyilván szaksegítségre van szükség, tehát hogy ekkor már az így elengedhetetlen. Ugye azt is említettem, hogy igen, hogy az jó, hogy már látjuk, hogy mi a krízis, hogyan ismerhetjük fel, milyen szakaszokon mehetünk keresztül, de milyen kimenetelei lehetnek a krízisnek, mert ugye azt láttuk így közben, hogy nem mindig oldódik meg egy krízis, vagy nem mindig úgy oldódik meg, ahogy az konstruktív tud lenni. Ugye az első, amit fontos kiemelni, az a megoldás, amikor ténylegesen megoldódik. Természetesen ugye ez a legkedvezőbb kimenetele a krízis megoldásának, amikor megoldódik az adott nehézség. Ugye vagy az érintett személy, vagy a környezete minden erőfeszítést bevetve megoldja az adott helyzetet, vagy pedig a környezetből érkező kiváltó, provokatív tényező el fog hárulni. Ilyenkor gazdagabb lesz a probléma megoldó készségünk, jobban tudunk bízni magunkban, valamint ugye erősíti a személyiségünket azokkal a nehézségekkel szemben, amik még majd a jövőben fognak minket érni, tehát sokkal hamarabb fel fogjuk ismerni, és meg fogunk tudni vele küzdeni, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a szót, és nagyon sokat is használom, a kreatív krízis szót, mert ezt hívjuk gyakorlatilag kreatív krízisnek, hogy valami jót kihozok egy krízis helyzetből. Itt is hoztam egy ilyen nagyon napjainkban már hétköznapi példát, hogy például kiderül a gyermeknek az ételérzékenysége, ami miatt ugye le kell mondania egy csomó ételről, és először ugye nyilvánvalóan megijed a szülő, hogy mi lesz így velük, nem is fog tudni mit enni a gyermek, mit enni
tudni adni a gyermekének. Ugye itt felborult az addigi egyensúly, ahogy beszéltük, utána egy kis idő múlva tovább tud ezen lendülni, és elkezd elkészíteni nagyon egyszerű dolgokat, amiket azért lehet, hogy annyira nem szeret a gyermek, de hát ugye muszáj valamit enni, végül is meg lett oldva a helyzet, tehát most ott tartunk, hogy az addig egyensúlyt már visszaállította, tehát az egyensúly megvan, végül is ez így működik. Viszont a szülő lehet, hogy azt mondja, hogy így fellelkesül, és ő inkább kipróbál különlegességeket, elkezd kísérletezni, kreatív ötleteket kitalálni, majd a végén meg szeret főzni, sütni. Tehát itt meg már ott tartunk, hogy nem egy szimpla egyensúlyt állított vissza, mert nem csak arról van szó, hogy végül is ugye eszik a gyermek, hanem megszerette a főzést, és új hobbit talált saját magának, és ugye esetleg még másoknak is tud segíteni általa, tehát azért így mindenféle ilyen gluténérzékenyes csoportokban is lehet látni, hogy a szülőnek tud azért egy ilyen helyzetben is a legjobban segíteni, hiszen ő is hozza a saját tapasztalatait. Következő megoldása a krízisnek a kompromisszum, ez egy ilyen nagyon kettős megoldás. Itt ugye a személy már jól alkalmazkodik az újonnan kialakult élethelyzethez, tehát ami a krízis után fennmaradt, kvázi beletörődik a sorsába. Ennek viszont ugye az a veszélye, hogy hosszú időn át nagyon nehéz kompromisszumban élni, tehát ideig, óráig tudunk kompromisszumban élni, de nem a végletekig, mert az nagyon kimerítő, nagyon fárasztó, és nagyon, nagyon sok ellenérzést vált ki, és emiatt viszont újra kríziseket fog megélni. Lehet, hogy csak ilyen mini kríziseket, de úgy napi szinten meg lesznek ezek a mini krízisek az életében, és tényleg így az ételérzékeny példánál maradva, ugye az ételérzékeny lehet, hogy eszi a gyorsan elkészíthető ételeket, amiket egyáltalán nem is szeret, de eszik, de ezért újra és újra rosszul fogja magát érezni, hogy neki mennyi mindenről kellett lemondania. A diétát ugyan tartja szabályosan, de minden nap megéli azt, hogy ő ezt mennyire nem szereti, és hogy ő mennyire negatív élethelyzetben van, hogy ő neki ezzel kell élnie. Az infektív megoldás lenne a következő, amit kiemelnék. Hát ugye ide tartozik a depresszió, szorongás, a rossz életvezetés, a különböző pszichoszomatikus zavarok, szenvedélybetegségek. Itt ugye az ételérzékeny ember nem tudja elfogadni a diagnózisát, de lehet bármiféle betegség is, és akár evészavaros lesz. Vagy ha valakit elhagyott a férje vagy a felesége, nem tud tovább lendülni ezen a helyzeten is, depressziós lesz. És ilyenkor ugye az a nagyon nehéz, hogy amellett, hogy tehát hatalmas feladat hárul a szülőkre, mert meg kell küzdeniük a nagyon-nagyon nehéz élethelyzetükkel, ami tényleg azt gondolom, hogy egy olyan krízis, amire jó lenne, ha idő lenne, és picit tudna ezzel az ember foglalkozni, de közben ugye szülőként is helyt kell állni, és az úgy egyáltalán nem egyszerű, hogy sokszor arra nincs idő egy ilyen helyzetben a szülőnek, hogy meggyászolja a válását, hogy meggyászolja az adott veszteségét, mert muszáj továbbvinni az életet, a gyerekeknek muszáj iskolába menni, muszáj enni, adni, tehát hogy igen, ez nagyon nehéz, hogy itt az ember megtalálja azt, hogy akkor mikor tudok én szülőként gyászolni, ez így nagyon furcsán hangzik, de hogy sajnos tényleg így van. És akkor az utolsó, ugye itt is a legnehezebbet hagytam utoljára, az összeomlás szakaszát. Az összeomlás az azért fordulhat elő, mert összeférhetetlennek gondolja önmagát azokkal az eseményekkel, amik megtörténtek vele. Tehát ezt nem tehette meg velem, azt érzi, ez nem velem történik. Tehát még egy tagadásban is van, és ez a gondolat tölti ki az egész életét, elvész minden más, ennek a vége viszont a teljes összeomlás lesz. Itt nagyon nehéz kérdés az, hogy miként tudunk segíteni ilyen helyzetben, hiszen nagyon-nagyon eltérő, hogy kinek mi
ami jelent segítséget. Tehát ami az egyik embernek segítséget jelent, az a másik embernek pont, hogy zavaró vagy rossz. Tehát itt tényleg nagyon nehéz, hogy hogyan tudjuk megközelíteni. Emellett ugye nagyon sok múlik azon is, hogy tulajdonképpen mi történt, mivel kell vagy kellett szembenézni az adott személynek. Ugye nyilvánvalóan az egyik legfontosabb a társas támasz, tehát hogy legyen ott valaki, akire tud támaszkodni, akire számíthat. A nem vagyok egyedül érzés, ez nagyon-nagyon tudja segíteni a folyamatot, hogy lehet, hogy nem mondok semmit, mert azt se tudom, hogy mit mondjak, vagy mi segítene neki, de odaülök mellé, megfogom a kezét, és csak úgy vagyunk csöndben. Tehát érzi, hogy ott vagyok neki, vagy bármikor felhívhat, akár éjszaka is. Tehát azért ez a társas támasz, ez nagyon nagy segítség tud lenni. Az is nagyon fontos, hogy hitelesek legyünk önmagunkhoz a támogatás során, tehát mondjuk nem mondjuk azt, hogyha mi is félünk a vírushelyzettől, hogy ugyan már úgysem lesz semmi gond, ez semmiség, hiszen nem vagyunk hitelesek saját magunkkal szemben, és akinek segítünk, az sem. Tehát érezni fogja, hogy ez nem egy hiteles gondolat, és tulajdonképpen, hogyha mi is félünk tőle, akkor sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogy igen, ez most egy nagyon nehéz és bizonytalan élethelyzet, de gondoljuk azt át, hogy mit tehetnénk azért, hogy ez jobb legyen, akár egymást támogatva. Nyilván ezek itt nagyon szép mondatok, de persze a valóságban nem úgy működik az ember, hogy akkor ott van a krízis, és egyből tudom is, hogy mit mondjak, hanem szépen leül, átgondolja, és utána már tud így reagálni. Nyilván ez nem az első gondolat lesz, hogy jó, gyere, akkor beszéljük meg, hanem először azért lehet, hogy mi is érzelemből vagy indulatból reagálunk, de hogy utána jó, ha el tudunk jutni ide, hogy akkor szépen beszélni erről, kommunikálni. Az ugye nagyon fontos, hogy figyeljünk a körülöttünk krízisben lévő emberekre, ugye nem véletlen vannak a krízisvonalak is, azért, hogy ugye a nagy kilátástalanságban az öngyilkosság az amennyire lehet elkerülhető legyen. A krízisről ugye nagyon sokat beszéltünk, egy picit beszélnék még a stresszről, hiszen azt gondolom, hogy az is azért így ma már a mindennapjaink része így a különböző munkahelyek, otthoni dolgok kapcsán, és ez azért nagyon gyakori fogalom a negatív élményekkel összefüggésben. A stressz eleinte inkább orvosi szakkifejezés volt, azonban mára a hétköznapi szóhasználatnak is a része, tehát azért sokszor mondjuk, hogy stresszes vagyok, vagy olyan stresszes ez a munkahely, tehát ez már nem feltétlen egy orvosi szakkifejezés. És a stressz az általában olyan jelentésekkel jelenik meg, mint feszültség, idegesség, és a stressz az egy ingerre adott reakció a szervezet oldaláról, és éppen ezért van jelentős szerepe annak, hogy foglalkozni kell vele, mert a tartósan fönnálló stressz felhasználja a szervezet erőforrásait, ezáltal ugye gyengül az immunrendszer, és számos testi és lelki betegség alakulhat ki általa. Például lelki téren kialakulhat ugye az állandó tépelődés, folyamatos aggodalmaskodás, szorongásos zavarok, depresszió, különböző szenvedélybetegségekre való fokozott hajlam. Testi téren fontosak az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések, amik ugye lelki eredetűek, de testi szinten manifesztálódnak. Ilyenek a szívbetegségek, a magas vérnyomás, a tüdőbetegségek, de hogy így mindezek mellett azért szeretném kiemelni, amire így nem is nagyon gondolnánk, azt gondolom a baleseteket is, mivel azért ezek nagy része is stresszes állapotban történik, hiszen ugye korlátozott a figyelem, nem tud az éppen adott helyzetre 100%-osan fókuszálni. De elég egyébként, ha csak a kisebb balesetekre gondolunk, például valami miatt feszültebbek vagyunk, de attól még ugye nyilván meg kell főzni az ebédet, és hát szerintem valamennyien tapasztaltuk már, hogy olyankor fordul elő inkább, hogy elvágjuk az ujjunkat, vagy fölbukunk, elesünk. Tehát, hogy ezeket ilyen véletlen baleseteknek tituláljuk, de hogy sok esetben azért össze tudjuk kötni valamilyen stresszes életeseménnyel.
És hát ugye a közúti baleseteket nem is említettem még, de hogy azoknak is nagy mozgatórugója a stresszes élethelyzet. De hogyha ugye már így beszéltünk a stresszről, akkor ugye az is nagyon fontos, hogy van a stressz, és felismerjük a stresszt, de hogyan tudjuk kezelni. Azért napjainkban már ez így eléggé népszerű is talán, hogy így a stresszkezelés valahogy így működjön, tehát hogy gondolom azért mindenféle relaxációs technikákat ti is ismertek, és egyebeket, de hogy így olyanok is vannak, amik hosszadalmasabb fázist igényel, tanulási fázist igényelnek, hosszabb idő elsajátítani, például ahogy, amit a Rózsa is említette, hogy a projektnek az első része az autogén tréning volt, az azért egy 15 alkalmas folyamat, mire az ember teljes mértékben megtanulja. Ez nagyon soknak hangzik, viszont nagyon megéri, mert utána már azt a tudást tényleg soha senki nem veszi el az embertől, és 15 alkalmas, de igazából az a nagyon jó benne, hogy a pszichológus ugye megtanítja, tehát ott az autogén tréningnél is az a fontos, hogy ne függjön se pszichológustól, se hangfelvételtől, se helytől, semmitől, hanem kvázi szimbolikusan bárhol elő tudja húzni a zsebéből az ember, és ez különösen pánikosoknál fontos, hogy nyilván az sem szól előre, hogy mikor érkezik, hanem akár az utca sarkon is. Szóval, hogy ezeknek is nagyon sok előnye van az olyan relaxációs technikáknak, amik hosszú időt vesznek igénybe. De ugye vannak olyanok is, amikért akár észrevétlenül is tudunk tenni, némi kis változtatással. Ugye elsősorban fontos az, hogy a tudatunkat igyekezzünk pozitív irányba formálni, az, hogy ne a negatív szemüveget hordjuk, vagyis, hogy ne ezen keresztül lássuk a világot, hiszen akkor azért így nagyon sok mindent negatívan látunk, és nem vesszük észre a pozitív dolgokat. A rosszabbakat, nehezebb dolgokat pedig nyilván azok is vannak, és azokat is észre kell venni, de hogy azokat próbáljuk arra felhasználni, hogy tanuljunk belőle, inkább építkezzünk belőle, erőforrásokat szerezzünk a következő nehéz helyzetek megoldására, mert hogy nyilván nem hangzik jól, hogy itt mindig mondom a következő nehéz helyzetet, de hogy az az életrendje tényleg, hogy nehézségek jönnek. És hogyha elmúlik az egyik, akkor ugye nincs garancia arra, hogy nem jön a következő. Ugye természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne essenek rosszul a dolgok, ne fájjanak a dolgok, vagy nem lehetünk ingerültek, vagy szomorúak egy adott dologtól. Ez nyilván elkerülhetetlen, és nem is jó, és nem is cél, hogy ezeket elkerüljük. Ezek teljesen természetes emberi reakciók, de tudni kell belőlük felállni és tovább lépni. És itt azért még fontos azt is azt gondolom kiemelni, hogy valamiért úgy működik az ember gondolkodása, hogyha valami 99%-osan jó, de van 1% rossz, akkor arra az 1%-ra fog irányulni a figyelmünk, pedig ugye mennyivel több az a 99, de azzal az egyel foglalkozunk, és nem a sok jóval, és természetesen itt is azért ez sem egy általános törvény, hiszen vannak olyan nehéz életesemények, amik természetes, hogy mindent felülírnak abban a pillanatban, de hogy azért mégiscsak igaz az, hogy hajlamosak vagyunk nagyobb figyelmet szentelni a negatív életeseményeknek, mint a pozitívabbaknak. Egy jól szervezett, kiegyensúlyozott életmód azért nagyon meg tudja támogatni, hogy tényleg minél inkább stresszmentesebb legyen az életünk. Nagyon fontos, hogy legyen egy rendszerszerűség az életünkben, amit kiegészítünk az egészséges életmóddal, ugye beleértve amennyire lehet a táplálkozást, a mozgást egyaránt. Tehát az egészséges ételek energetizálják szó szerint ugye a szervezetet, és ugye hasznos anyagokkal tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy minél jobban működjön, és ezáltal ugye a stressztűrő képessége is jobb a szervezetünknek, hiszen ugye azt beszéltük, hogy teljesen stresszmentes életet nem is lehet és nem is cél felállítani, de mégis ellenállóbb a szervezetünk, hogyha úgymond karban van tartva.
Meg hát ugye a mozgás, sport is alapját képezi a stressz csökkentésének. Ugye a mozgás során ugye hormonális szinten is megjelenik, hogy endorfin szabadul fel, amire ténylegesen szükségünk van. És akkor még ugye végül azért az is fontos, hogy a családjaink, szeretteink érintése, ölelése az a leggyorsabban, egyik leggyorsabban ható stresszoldó módszer. És tudományos vizsgálatok vannak azért arra is, hogy a humor, a nevetés is nagyon stresszoldó tud lenni. Ezért nagyon fontos, hogy igyekezzünk úgy szervezni, amennyire lehet az életünket, hogy azért egy ilyen jól kiegyensúlyozott élet legyen az. Nagyon fontos, hogy a időt szánni a pihenésre, az öröm, az örömöt adó tevékenységekre, hiszen ez is ugye nagy mértékben hozzájárul a testi-lelki jólléthez, és azért hajlamosak vagyunk azt gondolom ezt elfelejteni, hogy akkor magamért csinálni valamit, még ha csak egy perc is van az adott napban az embernek saját magára, de hogy mégis magára fordítsa. Ugye ilyenek a kávézás baráttal, vagy meccsnézése barátokkal, barkácsolás, ugye mindenkinek más ez is, hogy mi az, ami örömöt ad, kikapcsolja, de nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja, hogy kinek mi ez a tevékenység, mi ad örömet. És hát én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket, és bízom benne tényleg, hogy így az előadás végére kirajzolódott bennetek valami kép erről az egész negatív élményhelyzetről. Meg hát azt is gondolom, hogy azért mindent ismertetek ebből, illetve mindent tapasztaltatok, tehát azt gondolom, hogy sok új dolgot nem mondtunk, de hogy egy kicsit így, ahogy így az előadás legelején, vagy hát még előtt beszélgettünk arról, hogy néha jó így rálátni ezekre a dolgokra is, összegezni, és mielőtt még így a kérdésekre rátérnénk, én így mindenkit kérdeznék, hogy legyen egy relaxáció a végén, vagy már így mennetek kellene, vagy hogy érzitek, hogy jó lenne egy ilyen 2-3 perc. Jó, és akkor akit nem zavar, vagy akinek nem okoz gondot, akkor egy ilyen kényelmes testhelyzetet vennénk fel, természetesen így a székben ülve, és akinek ez nem okoz gondot, tehát nem szédül tőle, akkor így érdemes a szemeket becsukni, de ez sem kötelező. És a végén lesz egy ilyen visszahívó szöveg, tehát hogy az így egyértelmű lesz, hogy mikor lesz a vége, akkor fogom mondani, hogy megmozgatjuk az ujjainkat, kinyitjuk a szemünket. És akkor igazából csak annyi lenne a feladat, hogy figyeljetek önmagatokra, meg a testi élményeitekre. Oké. Megnyugszom, ellazulok. Eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső gond. Átadom magam a nyugalomnak. Átadom magam annak a vágynak, hogy testi, lelki és szellemi harmóniámat megvalósítsam. Nyugodt vagyok, ellazulok. Ellazul a két vállam, a karom, a kezem. Felenged a hátam,
ellazul a csípőm. Ellazul a két lábam. Érzem, ahogyan biztonságosan támaszkodik. Felenged a nyakam, a tarkóm, elsimul a homlokom, az arcom. Résnyire kinyílik a szám. Az egész testem ellazultan pihen. Nyugodt vagyok. Nyugalom és béke érzése tölt el. Nyugodt vagyok. És ebben a nyugalomban lassan és fokozatosan megmozgatom az ujjaimat, a kezemet ökölbe zárom, és jólesően kinyújtózom, hogy semmi, de semmi fáradtság ne maradjon bennem, és a végén kinyitom a szemem. Köszönöm, hogy még akkor így relaxáltunk is közösen egyet, és tényleg nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ha esetleg van kérdés, akkor azt megköszönöm meg, hogyha valaki úgy gondolná, hogy szívesen elmondaná, hogy milyen volt neki ez a tényleg is nagyon rövidke, egyszerű relaxáció, akkor azt is örömmel meghallgatom.